Tulajdonképpen arról van szó, hogy az elmúlt 6-7 évben olyan fantasztikus fejlődés történt a polgárőrségnél, amely festélyesen mondva megér egy bizonyt. Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke azt a folyamatot méltatta kedden délután Kecskeméten, amelynek következtében a polgárőrség országosan egyre nagyobb szerepet kap a bűnmegelőzésben. A nagyobb szerep nagyobb támogatással is jár. 2017-re eljutottunk oda, hogy éves szinten közel 1 milliárd forintot szán a Magyar Állam a polgárőr feladatok ellátására. Majdnem tízszeresít annak, amit a szervezet 2012 előtt kapott évente. Se a rendőrségnek, se a lakosságnak, se az önkormányzatoknak nincs más lehetőségük, mint a polgárőrség, mert mi vagyunk jogilag, törvényileg kijelölve arra, hogy a közterületen bűnmegelőzést, illetve a külterületen bűnmegelőzést végezzünk. A magasabb támogatás és a feladatok törvényi meghatározása azt eredményezte, hogy a polgárőrök évről évre aktívabbak. 2017-ben több mint 150 óra önkéntes szolgálatot teljesítettek átlagosan a polgárőrök, ami több mint kétszerese a 2012 előtti óra számnak. Bács-Kiskun megye a sikeres 300x100 országos programban is kimagaslóan szerepelt. A résztvevő kis településeken a kidolgozott cselekvéstervnek köszönhetően közel 30%-kal csökkent a bűncselekmények száma. Nem véletlen, hogy kiemelt és egyre nagyobb figyelmet kapnak a polgárőrök. A magyar kormányzat kiemelt stratégiai partnerként kezeli az Országos Polgárőr Szövetséget. Ez nem véletlen, hiszen a Országos Polgárőr Szövetség egy 61 ezer főből áll, és minden megyébe kiterjedt hálózati körrel rendelkezik. 25 éve létezik már a Polgárőr Szövetség országos szinten, és ennek megfelelően egy olyan támasz jelent a rendőrségnek és az állampolgároknak, amelyben kutya kötelessége egy politikusnak, egy felelősségteljes politikusnak támogatni őket. Dr. Salac László hangsúlyozta, mint országgyűlési képviselő is fokozott figyelemmel követi a polgárőrség munkáját. Nem véletlen, hogy a szervezetek már többször kaptak gépjárműveket, és hamarosan ismét hozzájuthatnak újabb autókhoz, melyekhez a rendőrségi gépjárműpark megújítása révén juthatnak az egyesületek. A tárgyi adományokon kívül pedig a jövőben további anyagi források is várhatóak, tovább erősítve a polgárőr egyesületeket, melyek a bűnöldözés első számú segítőjévé léphetnek elő számos új területen.